Köszöntöm Önöket, itt állunk a Jövőt Záloga nevű pályaválasztási kiállítás középiskolákat felvonultató programján. Én pedig a Szekszárdi Kolping iskola igazgatóját, Koller Tamást kérdezem arról, hogy kiket és milyen képzésekkel várnak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Elsősorban középiskolások, a korosztályt várunk, ugye egy középiskola vagyunk. 3 éves szakképzésre várjuk elsősorban a jelentkezőket, és 2 éves rész szakképesítésre is várjuk a diákokat. Ugye most változott az OKÉ, úgyhogy új elnevezésű szakmákkal várjuk szeptembertől a diákokat. Ezek a 3 éves képzésben szakács, szociális ápoló és gondozó, divatszabó, női szabó szakirányjal és kertész lesznek, 2 éves részszakképesítésben pedig parkgondozó, lakástextilkészítő, számítógépes adatrögzítő, szakácssegéd és háztartásvezető. És ugye esti tagozaton is indítjuk képzéseinket, ebbe pedig az az újdonság, hogy az idei tanévtől van gimnáziumi képzésünk is, és jövőre is indítjuk a gimnáziumi osztályunkat. Azt gondolom, nagyon fontos egy középiskola életében, hogy milyen lehetőségek vannak a diákoknak a tanórák után. Önöknél mi a helyzet? Igen, sokféle lehetőséget kínálunk a diákjainknak. Van egy művészeti iskolánk is, ami elsősorban tánc tagozattal működik. Ez egy lehetőség a diákok részére. Ennek többféle lehetőség közül választhatnak. Társas táncot, modern táncot és néptáncot is lehet választani. Ezen kívül ugye különböző pályázatokkal segítjük a diák életet. Vannak belföldi és külföldi pályázataink. Ugye Kolping iskola vagyunk, sokan ismerik az Alsópáhoki Kolping Hotelt. Minden évben küldünk oda diákokat gyakorlatra. Ez egy 4 csillagos szálloda, szerintem egy kiváló lehetőség. Több Erasmus pluszos pályázatunk is fut, úgyhogy több helyre tudnak menni a diákjaink külföldre. Vannak rövid útjaink, amik 3-4 hetesek. Jövőre indulnak 2 hetes lehetőségek is, és van egy hosszú pályázatunk is, ami pedig 3,5 hónapos, ez pedig Olaszországban szakács tanulóinknak kínáljuk. Az első Béla gimnázium standja előtt állunk, mellettem Hajós Éva igazgatónő. Jó napot kívánok! Igazgatónő, milyen képzési programokkal indulnak a jövő tanévben? Az első Béla gimnázium Szekszárdon elsősorban továbbtanulásra felkészítő intézmény, tehát a diákokat olyan képzésekkel kínáljuk meg, ahol magas szintű nyelvtudásra, magas szintű informatikai tudásra, és legalább egy-egy további tantárgyból olyan szintű felkészültségre tehetnek szert, amellyel emel szintű érettségi vizsgát teljesítve sikeresen tovább tudnak haladni a felsőoktatásba. 8 képzési területen, mi ezt úgy hívjuk, hogy 8 tagozaton hirdetünk képzéseket 4 tervezett osztályunkba, tehát körülbelül fél osztálynyi diákot várunk egy-egy tagozatra. A 8 tagozat úgy épül fel, hogy vannak azok a területek, amelyek elsősorban az informatikai felkészültség fejlesztéséhez kötődnek, és ezekhez társítunk reáltantárgyat, mint például a matematikát, vagy angol nyelvet, hiszen egy jó informatikusoknak angol informatikából kell jónak lennie, vagy pedig geológiait, azaz geó, környezettudományi, biológia, kémia, földrajz, tehát a természetismerethez kapcsolódó tantárgyakat emel szinten. Ezek az informatikai jellegű tagozataink. Aztán vannak a tiszta nyelvi tagozataink, ahol például az angol-német emelt szintű képzés zajlik, tehát egy tanuló angol nyelvet is és német nyelvet is emelt szinten tud tanulni, a kezdőtől a haladóig 5 órás, mindkét nyelvet 5 órás csoportokban. És azután vannak a humán, illetve sport, van a humán, illetve a sport tagozat, ahol a humán jellegnek megfelelően a magyar nyelv és irodalom, illetve történelem, valamint egy választott idegen nyelv emelt szinten, a másik középszinten, illetve a köznevelési típusú sportiskolai tagozatunk, ahol sporttárgyak vannak, és egy választott idegen nyelv emelt szinten.
Ami még érdekes, hogy van egy 5 évfolyamos gimnáziumi képzésünk, mégpedig nyelvi előkészítő évfolyammal indul. Itt heti angol nyelvi előkészítőről van szó, heti 13 órában angol nyelvet tanulnak emelt szinten, két csoportban, a kezdőcsoport és a haladó csoporttal indul ez a képzés angol nyelvből, mellette egy másik idegen nyelvet kell emelt szinten tanulni, még heti 5 órában, és a további óraszámokban pedig a szokásos általános iskolákban is megszokott tantárgyak vannak. Az első Béla Gimnázium kollégiumában 2005 óta zajlik az Arany János kollégiumi program. Mellettem Szügyi Hajnalka, a kollégium vezetője. Hajnalka, mi az újdonság ebben a programban? Az idei tanévtől kibővült a felvehető tanulók köre, tehát már nem csak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, az ideiglenes nevelésbe vett tanulók, az árva tanulók, illetve az alacsony iskolázottságú szülők gyermekei vehetnek részt, hanem a kedvezményezett településekről bárki jelentkezhet, illetve az 5000 fő alatti települések esetében, akik települési támogatásban részesülnek, őket föl tudjuk venni a programba. Egy másik változás van még, az, hogy kötelező, mert gimnáziumban fognak járni, megírni a felvételit, és ezt csak nálunk tehetik meg, tehát máshol nem írhatják meg, tehát az első Béla gimnáziumban kell ezt megírni. Hány tanulója van jelenleg a programnak? A programnak 89 fő tanulója van most, előkészítő évtől végzős évfolyamig, és a tanulók többsége gondolkodik abban, hogy tovább tanul egyetemen vagy felsőoktatási szakképzésben. Milyen ma a kollégiumi élet? Hát, nálunk szerintem eléggé színes, hiszen mindenféle programok vannak, minden este van valami, van zenei foglalkozás, karaoke, tömegsport, foci, filmklub, tehát kiválasztatják, hogy ők mivel szeretnének foglalkozni, biliárd, informatika, tehát számítógép, tehát mindenfélét próbálunk nekik biztosítani a kollégiumban. Egy összetartó közösségünk van, akik szívesen töltenek együtt időt, és akár még Szekszárd városát is szépítik, hiszen személygyűjtünk minden évben. Aki jelentkezni szeretne a programhoz, azt önöknél kell megtennie, vagy önök keresik meg a gyerekeket? Mi is keressük őket természetesen, de nyílt napunk lesz november 29-én, és várunk mindenkit, akit érdekel a program. Itt állunk az AMDASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium standjánál, és Grócz Gergelyt, az iskola főigazgató, szakmai főigazgató helyettesét kérdezem arról, hogy pontosan milyen képzésekkel és kiket várnak. Egyrészt a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a rendészet, valamint közszolgálat iránt érdeklődő diákokat várjuk. Képzéseink érettségére épülők és érettségi nem adó képzések egyaránt megtalálhatók. A mezőgazdaság ágazatban a mezőgazdasági technikus képzésünk az 5 éves érettségit adó állattenyésztő és növénytermesztő szakmai irányjal, ezen kívül még a mezőgazdaság ágazathoz tartozik 3 éves képzésünk a gazda, szintén állattenyésztő és növénytermesztő szakmai irányjal. A rendészet és közszolgálat ágazatban a közszolgálati technikus tudjuk kínálni az érdeklődőknek, közszolgálati ügyintéző és rendészeti technikus kimenettel. Az élelmiszer ágazatban viszont nincs érettségizős képzésünk jelenleg, hanem a tejtermékkészítő, a hentes és húskészítménykészítő, a pék és a pékcukrász képzéseket kínáljuk a diákoknak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés a távolabbról érkező diákoknak a kollégiumi férőhely. Tudnak ilyet biztosítani? Igen, minden tanulóknak tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani, egy jól felszerelt, 2-3 ágyas szobákkal berendezett kollégiumunkba, közös két szobánként egy-egy vizes blokkal, úgyhogy a diákok számára tudjuk biztosítani a megfelelő nyugodt körülményeket a felkészüléshez. Ezen kívül még délutáni programokat is, akár tánciskola, használhatják a konditermet, a sportcsarnokot, és vannak még különböző szervezett programjánk is. Milyen egyébként a diák élet? A diák élet egészen aktív, különösen úgy, hogy iskolánk idén 90 éves, és novemberben lesz egy egyhetes nagyszabású rendezvényünk egy bállal záródóan, ahol szintén a diák önkormányzat aktívan részt vesz, különböző sporteseményeket szerveznek, ilyen például a Garamvölgyi emléktorna, a környékbeli iskolák jönnek focizni hozzánk, de ezen kívül a diák napunk is egy a csapa emlékverseny mellett egy rendezvényünk, amit a diákok magukének érezhetnek. Nagyon szépen köszönjük a segítséget! A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium standja előtt állunk, mellettem Andorka Gábor igazgató. Igazgató úr, milyen képzésekkel indulnak a következő tanévben?
A következő tanévben a megszokott képzési formákat indítjuk, tehát egy hatosztályos képzést, matematika és német profillal, egy 1 plusz 4 osztályos képzésre az Arany János tehetséggondozó program, és 3 darab 4 osztályos képzést, ami azt jelenti, hogy egy humán, elsősorban angol-német nyelvvel, illetve egy műszaki, ahol a matematika, fizika, informatika és egy egészségügyi profil osztály, ahol a biológia és a kémia van. Emellett az idei évben megpróbáljuk az 1 plusz 8 osztályos gimnáziumi képzést bevezetni, ami azt jelenti, hogy az általános iskola 4. osztálya után egy nyelvi előkészítő év lesz, ahol igen magas óraszámba tanulnak egy nyelvet a diákok, ez a nyelv az vagy az angol, vagy a német lesz, és utána egy 8 osztályos képzésbe vesznek részt. Ha röviden meg kell fogalmazni, akkor mi a specialitása a gimnáziumnak? Én azt gondolom és remélem, hogy a jó hangulat, és hát az a környezet, ami az a minőségi környezet, ahol a diákok értelmesen és hasznosan tudják eltölteni az idejüket. A gimnáziumról lehet tudni, hogy erős benne a sport. Így van. Én úgy gondolom, hogy mind az egyéni, mind pedig a csapatsportok terén maximális lehetőséget biztosítunk azoknak, akik ezzel a bármelyik sportággal, amit nálunk leledzik, azt tudják küzdeni. Ez egy egyházi fenntartású gimnázium. Hogyan jelentkezik az oktatásban az egyházi jelleg? Az egyházi jelleg úgy jelentkezik, hogy nálunk nincsen etikaoktatás, hanem hittanoktatás van, kötelező hittanoktatás. Ez 3 felekezet, az evangélikus, a római katolikus és a református vallás hitoktatói tanítják. Emellett hétfőnként egy áhítattal kezdünk, ahol az iskola lelkészünk szolgál, és utána az elért az elmúlt hét eredményeit, ismertetjük és gratuláljuk, süvegeljük meg. Mikor van nyílt nap az iskolában? Az iskolában jövő hét szombaton, november 23-án és a rákövetkező hét szerdáján, 27-én várjuk a diákokat sok szeretettel. A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium igazgatóhelyettesét, Puskás Zsoltot kérdezem, milyen képzési formákkal várják az odaérkező diákokat? Jó napot kívánok! Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumot képviselem, mi egy normál tantervű általános gimnázium vagyunk, mint az összes többi gimnáziumban 4 év alatt lehet érettségit szerezni, ami gyakorlatilag minden lehetőséget kínál utána a szakképzéstől a felsőoktatásig. A térség legcsaládiasabb iskolájaként szoktak bennünket emlegetni, azt jelenti, hogy kis létszámú gimnázium vagyunk, szinte mindenki mindenkit ismer, ezért nagyon jól működik a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, és nagyon gyors az információ áramlás. 2019. november 20-án lesz a nyílt napunk 8-12 óráig, ahol meg lehet tekinteni magát a gimnáziumot, az osztályainkat, illetve játékos tanórákon is részt vehetnek majd a diákok. Úgy gondoljuk, hogy a gimnázium feladata a diákok látókörének a szélesítése, ezért nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal, önkormányzatokkal, témaheteket szervezünk, pályaorientációs napot, ezzel segítjük az érettség utáni elhelyezkedésüket, illetve a pályaválasztásukat. A mi gimnáziumban nincs felvételi vizsga, a hozott pontok alapján rangsoroljuk a diákokat, a 7. évvégi és a 8. félévi érdemjegyek számítanak. Mondtam, általános tantervű gimnázium vagyunk, 11-től lehet fakultációkat választani, szinte mindegyik tantárgyból a diákok érdeklődésének megfelelően. Emellett működtetünk szakköröket, éppen amire érdeklődés van, újságíró szakkör például, vagy rajzszakkör működik, és szervezünk nyelvvizsgára felkészítő órákat, illetve ECDL vizsgára felkészítő órákat. Ugye a nyelvvizsga annak ellenére, hogy nem követelmény most a felsőoktatásba való jelentkezésnél, de a diploma megszerzésének továbbra is feltétele, hogy nagyon fontos, hogy megszerezzék a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvényeinkre és a hagyományőrzésre. Úgy gondolom, hogy nagyon jól működik az intézményünkben a hazaszeretetre nevelés, illetve a lokálpatrióta szemléletnek a kialakítása. Kirándulásokat, túrákat szerveznek a kollégák, és nagyon mozgalmas diák életünk van. Kapcsolatban vagyunk Dunaföldvár testvérvárosaival, ez a németországi Weikersheimot és az olaszországi Ossonát jelenti, tehát ki tudnak utazni a diákok, van rá lehetőség, illetve kapcsolatba kerültünk, kapcsolatot építettünk ki az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel, és próbáljuk magát a képzést, illetve a diákok figyelmét a szakmák felé, vagy a jövőbeni elhelyezkedés felé irányítani. És mire van általában a legnagyobb igény? Hát a pályaválasztásnál ez megmutatkozik, elsősorban a nyelvekre, mert nyelvvizsgára mindenkinek szüksége van, akkor most talán egy picit népszerűbbé válnak a mérnök képzések, úgyhogy a matematika, fizika, de aki jogásznak vagy humán területre szeretne menni, ők a magyar és a történelem fakultációt választják.
A Tamási Béli Balogh Ádám gimnázium standja előtt állunk, mellettem Fegyveres Janikó igazgatóhelyettes. Igazgatóhelyettes asszony, mi egy előnye egy kisváros kis gimnáziumának? Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, és nagyon szépen köszönöm a kérdést, hálás vagyok érte, mert ritkán beszélhetünk erről, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy kisvárosban, egy kis lélekszámú településen működik egy gimnázium, milyen rangot ad a városnak. A mi előnyünk az, hogy személy szerint ismerünk minden gyereket, és az is, hogy ismerjük az ő családjukat, a sorsukat, ezért nem csak érzésem szerint, hanem a gyerekek elmondása alapján is kijelenthető, hogy mi egyénileg tudunk foglalkozni minden gyerekkel. Tehát a konkrét tehetséggondozás az már az órán megvalósulhat, nem csak az úgynevezett tehetséggondozó órákon. És mivel mi ennyire közel állunk a gyerekeinkhez, ezért könnyebb számunkra a sorsukat is egyengetni. Ez egy katolikus iskola. Hogy jelentkezik az egyházi jelleg az oktatásban? Alapvetően ugye azokat az értékeket próbáljuk közvetíteni, amelyeket a katolikus egyházi már 2000 éve közvetít, de az oktatáson belül a hittanórákban jelentkezik ez a jelleg, ami abból áll, hogy heti két kötelező hittanórájuk van a gyerekeknek, vallásuk szerint, tehát nem kötelezően csak katolikus hittanon vehetnek részt, hanem elmehetnek reformátusra vagy evangélikusra, jelen pillanatban ezeket tudjuk kínálni, és a gyerekek élnek is ezzel a lehetőséggel. Ezen kívül vannak olyan kötelező programok, amiken együtt veszünk részt mindannyian, az adventi gyertyagyűjtés, bár ez állami iskolákban is előfordul, illetve vannak olyan programok, amiket a templomban tartunk meg, közös találkozók a tanárokkal, a szülőkkel, illetve a püspöki biztossal, aki ugye a plébános, a helyi plébánosunk. Milyen képzéseket indítanak a jövő évben? Nekünk nagyon nagy erősségünk a nyelvi képzés, amire maximális hangsúlyt fektetünk, és az az érdekességünk, az a különlegességünk, hogy ezt a nyelvi képzést mi már 5. osztályban elindítjuk. Tudomásunk szerint egyetlen ilyen 8 osztályos gimnázium vagyunk az egész országban, ahol ez az 5. osztályos nyelvi képzés elindul. A 8. után hozzánk érkezni kívánóknak pedig azt tudjuk ajánlani, hogy egy 4 éves képzésben vehetnek részt, és az első 2 év után tagozatosodhatnak, illetve szakosodhatnak, tehát különféle lehetőségeket kínálunk nekik. Ezt fakultációk formájában kapják meg, ami azt jelenti, hogy a választott tantárgyakból több órát kapnak hetente, és így készülhetnek fel az emelt szintű érettségire. Mikor van nyílt nap, illetve ha valaki további tájékoztatást szeretne önöktől kapni, akkor azt hogy teheti meg? Bárki szeretne bármilyen tájékoztatást tőlünk, tártkarokkal várjuk őt az iskola épületében, ez Tamásiban található, és a napközben, tehát a nyitvatartási időkben reggel 8-tól délután 4-ig bármikor lehet telefonon is, illetve személyesen vagy e-mailben érdeklődni tőlünk. Szerez szakmát a Baptista Esélyszak középiskolában. Asztalos, festőmázoló, tapétázó, kőműves, épület és szerkezetlakatos, hegesztő. Mind olyan hiány szakmák Magyarországon, melyek egy életen át biztos megélhetést adnak. Egy jó szakember előtt a vállalkozói út is nyitva áll. A Baptista Esélyszak középiskola olyan képzéseket kínál, amivel a világ bármely pontján könnyen elhelyezkedhet az ember. Az iskola várja az általános iskola 8. osztályát végző, középiskolát váltani akaró, vagy érettségi után szakmát tanulni vágyó fiatalokat. A felvételt nyerők 10-től 40 ezer forintig iskolai ösztöndíjban részesülnek. A hátrányos helyzetű fiatalok szakképesítéséhez jutásának támogatásáért alapítványt 1998-ban hozták létre azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak biztosítsa a szakmai képzés lehetőségét. A cél az volt, hogy a klasszikus iparos képzés hasznos hagyományait átmentve és a nagyüzemi építőipari képzés szükséges elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő felkészítést nyújtson a tanulóknak. Ezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány létrehozta az esélyszolgáltató szakközépiskolát, amely 2012 óta a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik. A tanulók gyakorlati képzése a Mesterszakképző, Átképző és Szolgáltató Kft.-nél zajlik. Az eredményes 3 év elvégzése után nem csak a szakmai ismerete tudása lesz balagási tadisznyájukban, hanem a reményeink szerinti gépek, szerszámok tisztelete és tanáruk, mesterük sok segítő tanácsa is. A szakma olyan bizalmi munkakör, ahol egy megbízható, becsületes szakmunkás nevét szájról szájra adják az emberek. Az iskolai képzés során a tanulók szakmai és anyagismerettantárgyakat, fenntartási és felújítási feladatok, építőipari gépek, valamint szervezési és irányítási, munkavédelmi, környezetvédelmi és vállalkozási ismereti tantárgyakat tanulnak, megismerkednek a technológiai folyamatokkal. A Baptista Esélyszakközépiskolát választók megtehetik az első lépést egy új szakma megszerzése felé.
azok jelentkezését várják, akik gyakorlatorientált foglalkozásokon, jó hangulatú tanórákon szeretnék elsajátítani a fent felsorolt szakmák fortéjait.